Labdarúgó csapataink a Bicskei Tornaklub U19 és a felnőttek is kivételesen egy ugyanazon a napon játszottak 2016. március 6-án Móron a megújuló sportcentrum műfes labdarúgó pályán. Előbb az ifjúságiak, majd azt követően játszottak a felnőttek. No de nézzük, hogy mi történt az ifik mérkőzésen, mert az igaz, hogy ősszel idehaza nyertünk 9-5-re, de ezen a mérkőzésen nem a mi csapatunk számított esélyesnek. Ugyanis a bicskei ifik az utolsó helyről vágtak neki a tavaszi sorozatnak, és egy héttel ezelőtt is mindössze egy-egyes eredményt tudtak elérni fiaink a 15. helyen álló Tisztavám ellen. Megérkezésemkor fél időben örömhírrel fogadtak fiatal versenyzőink, hiszen 3-1-re vezettünk. Felvételünk a második fél idő utolsó negyed órájába készült, 3-2-es bicskei vezetésnél. A tiszta sárgába játszó hazaiak mindent egy lapra téve támadtak, és megpróbáltak egyenlíteni. Ennél a jelenetnél a hazai nézők kezdezés reklamáltak, de a játékvezető jól látta, hogy nem volt az. És akkor elérkeztünk a mérkőzés utolsó percéhez, amikor Bogdán Dávid harciasan, de visszaszerezte saját elveszett labdát, majd 16-oson belőre érve, jobb elsővel, a jobbra elmozduló kapus mellett a kapu bal oldalába lőtte, a kegyelemdöfés és mindent eldöntő gólt, és ezzel a találattal magabiztossá téve a 4-2-es bicskei sikert. Nagyszerű megmozdulás volt ez Dávid részéről, aki a mérkőzés 70. percében állt be. Ettől az évtől kezdődően a Fejér megyei ifjúsági labdarúgó bajnokság kieséses rendszerben zajlik, és ezzel a győzelemmel csapatunk nagy lépést tett a kieső helyről való elkerülésért, hiszen 13. helyre ugrott előre, 9 szerzett ponttal, mögötte van Pusztavám 9-es, Sárosdi csapatnak 8 pontja van. A rendkedvé gyorsan még a végeredmény, Mór Bicske 2-4, 1-3-as félidő után. Gólokat a következő játékosok szerezték, Szántó Martin 2-t a Móriak részéről, Fehér János 2-t, csapatunk részéről Buzár Dávid és Bogdán Dávid. Gratulálunk a győztes csapat valamennyi tagjának és a szakvezetőinek, Marton Henriknek és Nyigli Rihádnak. Itt pedig már a felnőttek sorakoztak föl, balról fehér-pirosban a Móriak, tiszta kék felső és nadrágban a bicskei csapat látható. A Móriak harmadik helyen álltak itt a mérkőzés előtt, a csapatunk pedig jelenleg 16. helyen áll, 6 szerzett ponttal, tehát győzelem esetén akár 2 helyet is följebb tudna lépni, de ezt várjuk meg a végén, hogy mi lesz, hiszen mindkét csapat a győzelemre törekedett ezen a mérkőzésen, és hogyan állt a csapatunk, már is mondom, kapuban Milinte Árpád, 39 évesen, további játékosok Csendes Péter, 20 éves, Sötét Dávid, 28 éves, Máj Gábor, 34, Köntös Dániel, 32, Kummer Máté, 20 éves, Meggyes Dávid, 29, Varga Zoltán, 24, Németh Henrik, 20, Móri Tamás, 37, Ola András Ant, 23 éves, Sólyom Tamás játszott még, a cserepadról jött be Ola András helyére, 21 évesen, Pásztor László Márk 16 évesen, Móri Tamás helyét foglalt el. A cserepadon foglalt még helyet Bence Márk, Vince Péter, Máté Dávid, Moravec Tamás és Moravec Balázs. A csapatvezető edzője Rafael Rudolf, technikavezető Nagy György, szakmai igazgató Széplaki Árpád, kitmenedzser Konyáti Péter, a mérkőzés játékvezetője Domak Ádám, asszisztensei Szatmár István és Vinklár Péter. Előző bajnoki mérkőzéseken a Móriak 6 gólt hintettek az ellenfele hálójában, a bicskeiek pedig 9 góllal terhelték meg a Pusztavámiak kapuját. Na, kérem nézzük, hiszen látjuk a jeleneteket, hiszen kőkemény küzdelemmel, stabil védekezéssel kezdődött az első fél idő. Tal lecsúszott lövését láthattuk, 21 percben Majer szabadugását fogta Milinte. Egy perccel később Varga szöglete után reklamáltunk kezezést, de a játékvezető sípja néma maradt. 25. percben a hazai kaszás kapott sárga lapot Meggyes felvágásáért. 27. percben Móri durrantott 25 méterre jócskán mellé. Bal oldalt van egy hazai támadás kialakulóba, száll be a labda, de Máj Gabiék maga biztosan fedezik a labda útját egy újabb beívelés balról, amelyet biztosan véd Milinte Árpád. Csapatunk hálójére. Móri Tamás lágyan éveli előre Németh Erik irányába, de Eriket lesen állítja meg a partjelző és a játékvezető. Remek időben kezdődött el a játék, későbbiekben azonban szemérkélő esős, szeles időre váltott a meteorológia. A résztvevő csapatokat azonban nem zavarta az időjárás, mert hamar egymásnak estek, és bőven
volt adok-kapok, mert bizony egyik csapat sem hagyta magát. Az első fél időben némi mezőnyfelényben játszott csapatunk, de igazi gólhelyzetet nem tudott kidolgozni. Nagyon sokan jöttek át Móra a bicskelyek, hogy szemtanúi legyenek a harmadik és a 16. helyen álló, de tavaszra lényegesen megerősödött Bicske egymás elleni derbiért. Ismerve az erőviszonyokat, a szakemberek joggal bíztak abban, hogy ez egy magas színvonalú, küzdelmes, jó mérkőzés lesz. Nos, ebben nem csalódtak, mert bizony izgalmas volt bőven a találkozó során. Itt a szélen jobboldali támadás zajlik a Móriak részéről, Majert nem bánthatják játékosaink, hiszen 16-oson belül jár, de Köntös remekül blokkolja és így szöglet. És most következik a mérkőzés egyik legszebb szöglete. Kőbányai odapasszja a csendesnek, aki megköszöni és kivágja a labdát. Adós vagyok még a hazaiak összeállításával. Kapuba Kis Máté, további játékos Jó Gergő, Végvári Ádám, Hanc Szabos, Tar Bánt, Özgyán Máté, Kaszás Korné, Kőbányi Levente, Klémán Máté, Cseszneki Rihárd és Majer Dávid kezdő 11-en lépett pályára. Cserre volt Pap Bence, Vakler, Gábor, Vajda, Viktor, Vakler, Szabolcs, Varga László, Tezvő, Dávid és Gál Dani. A csapat vezetőedző Horváth Zoltán, technikai vezető Törő Gábor, masszőr Szacker Edit. A mérkőzés legsportszerűtlenebb jelenete következik. Olá András Rolandnak először Végvári Ádám a levegőbe rúg, majd oda tesz egy nagyot, egy ippont érő mozdulattal levitte Olá András Rolandot. Ez a játékvezetőnél Domak Ádámnál semmit sem ért, tehát nem kapott érte pontot, sem sárga lapot a hazai védő. Igaz, utána megy a magyarázkodás a játékosok részéről, de a játékvezető ezt nem tarolta meg sárga lappal. Itt egy újabb szabálytalanság. És ami jellemző volt a mérkőzésre, hogy a játékvezetőnek szinte 2 percenként kellett a sípjába fújnia. Annyiszor szabálytalankodtak a játékosok, úgy az egyik, mint a másik térférő, de mint az a képsorokból is kiderült, egy kicsivel többet a hazaiak. És ezzel a kemény belépővel ért véget az első játékrész. Az első főd eseményeihez tartozik még, hogy Kaszás a 41. percben begyűjtötte második sárgalapját, ezúttal Mórit akasztotta, és ezért már lehetett is zuhanyozni. Így tehát a második játékrészt ember előnybe kezdték a bicskeiek. A következő támadást bal oldalon vezetjük. Bal a sötét Dávid adja be a labdát, és német Erik az, aki elesik, de a játékvezető sípja néma maradt Kumber. Adja be jobbal, itt újból németet terítik le a védők, és oda a lehetőség. Itt egy újabb szabálytalanság. Továbbra is hullámzott a játék, egyszer itt, egyszer ott kerültek veszélybe a kapuk. Itt Cseszneki lövése, ballábos lövése került el Jócskán Milinte kapuját. Oda vonatú 3 méterre megyesi, szabadrugás évelődik be, kis rájot lözi német Erik fejére labdát, és az Mandinel szerűen fölé pattan. A következő támadás bal oldalon vezetik a hazaiak. Tar Bálint egykor Bicskén játszott, NB3-ba játszott játékos, kezelte labdát és harcolt ki Olá András Rolanddal szemben szabadrugást. A szabadrugás ívelődik be, Milinte Árpi magabiztosan fogta, és nézik ezt az indítást. Árpi hosszan indítja, illetve rúgja ki a labdát, német Erik kezdbe fejli, ott van Vargoz előtt, aki keményen meglőtt labdája mellé száll. Óriási gólszerzési lehetőség volt Vargoz előtt. Igaz, 4-en is voltak, de ezt meg kellett lőni, ha jól eltalálja a hosszút, akkor bizony akár be is akadhatott volna ez a labda. A mérkőzés 71. percében Kőbányi évelébe a labdát oda a 11-es pontra, Olá András pedig leesi és közben kézzel ér bele a labdába, és a mérkőzés játékvezető Domak Ádám 11-es pontra mutat, sőt sárgalapos figyelmeztetésben részesítette Olát. Itt egy Cseszneki Rihárd lövését, Milint Árpád remek vetődéssel közi ki, majd Máj Gabi balra külkeményen rúgja ki oda van túlra a labdát. Igaz, Cseszneki önveszélyes játékot mutatott be, akár lehetett volna kifelé szabadrugás, de kőkemény szerelés látható Máj Gabi részéről is, és egy remek bravúros védét Milinte Árpádtól. Nagyszerű ez a védés lassítva, illetve már harmadszor is nézhetjük, hogy Milinte bravúros vetődéssel ötözte ki Cseszneki Rihárd lövését. A 81. percben Klémán Máté buktatja Varga Zolit, és ezért a szerelésért sárgalapos figyelmeztetésben részesült a hazaiak játékosa. Megyes Dávid épp, hogy átlépte a felező vonalat, látta, hogy kinnál a hazaiak kapuvédője, megpróbált átemelni rajta, de gyengécskére sikerült. Itt egy Cseszneki lövése Csemege Milinte Árpádnak.
Itt látjuk a bicskei B-közép szurkolóit, akik szép számban jöttek el Móra, hogy szurkoljanak csapatunk győzelmének a kivívásában. Meggyes ellenszabálytalankodtak a védők, szabaddugás kikerül balra, Köntös beíveli, ott pedig Tar Bálint adja haza a kapusának, Kis Mátének. 5 perc van hátra, amikor Maier Dávid vezeti hosszan a labdát, majd Varga Zoltán hátulról szerel szabálytalanul, és ez egy sárgalapos figyelmeztetésben részesült Varga Zoli. 2 perccel a vége előtt Német Erik a védelem mögé jut, meg sem kellene állni a gólvonalig, de ő kicsit lelassult és beért a védő, szabálytalankodott a labda, kikerül a labdán túlra, Meggyes éveli be a szögletet. Jön, érkezik Csendes Péter, fejesét be, Kis bravúrral tenyerüli ki, oda-vissza Csendes újból beíveli, illetve befejeli, de újból visszatesszük a labdát Német Erik irányába. Kőbányai lemente, kifejeli, pont oda Máj Gabi elő, aki ráfejeli a labdát Kőbányai lemente kezére, és bizony a játékvezető nagyot hibázott, hogy nem ítél 11-es, mert bizony lehetett lassítva nézni, hogy Kőbányai Levente kezét érintette a labda. Itt egy Pásztor harcolt ki szabaddugás jobb oldalról, amely a mérkőzés utolsó említése méltó eseménye volt, mert Domok Ádám játékvezető sípjelével véget ért a nagy várkozásra várt Mór-Bicske megyei rangadó, amely lüktető iramú sok hibával és sok szabálytalansággal tarkított mérkőzésen a több helyzeteket kidolgozó csapatunk közelebb állt a győzelemhez. A bicskei edző Rafael Rudolf rövid értékelése. Mondhatom, hogy az eredménye elégedett vagyok, a mutatott játék a kevésbé, a mai napon védelmünk állt a sarat, de elő nem voltunk elég jók. Nos, én ezzel a edzői értékeléssel megköszönöm, megtisztelő figyelmüket. További kellemes tévézést, jó pihenést mindannyiuknak.